Két már NB1-es csapat lépett pályára Hungária körúton az NB2 utolsó előtti fordulójában. A hazaiak szerettek volna visszavágni a Kisvárdán elszenvedett vereségért, a vendégek pedig hazai környezetben is leszerették volna győzni a bajnokot. A találkozón végül 5 gólt és egy kiállítást láthattak a szurkolók, Kondás Elemér együttesének 3-2-es sikere pedig azt jelentette, hogy a mezőnyből egyedül a kisvárdai csapat mondhatja el magáról, hogy elvitte a 3 pontot az MTK otthonából. Szerintem az mind a két csapat számára presztízs mérkőzés volt. Nyilván könnyebb volt már most játszani, mert úgymond a nagy tét az lekerült, viszont tét nélküli mérkőzés nincs, tehát hogyha az ember pályára lép, akkor nyilván szeretne nyerni. Itt mind a két csapatnak már megvolt a feljutása, és így úgymond nyugodtan, de mindenki meg tudta magam mutatni magát, hogy mire képes. És ebből alakult ki az, hogy egy ilyen jó mérkőzés kerekedett. Az MTK már az 5. percben előnybe került Kanta lövésével, amit Lukács egyenlített ki a 44. percben. A szünet után 2 perccel Lencse ismét a hazaiakat juttatta vezetéshez, a 63. percben Lukács ismét egalizált. A 74. percben az MTK-s Vas Patrikot kiállította a játékvezető, Ilics pedig a 81. percben góra váltotta az emberelőnyt megszerezve a győztes várdai találatot. Az első 10 percben nem voltunk elően koncentráltak, és nem léptünk ki a visszalépő támadókra, ezáltal létszámfölényt tudtak kialakítani, és abból tudtak kombinatív játékból gólt is szerezni, viszont utána már hatékonyabbak voltunk, masszívabbak voltunk, bátrabban mentünk előre, és ott már megvoltak a lehetőségek arra, hogy esetleg gólt szerezzünk, ami az első félidő végén sikerült is. Csak sajnos a második félidőben megint egy figyelmetlenség miatt, egy védekezési hiba miatt kaptunk egy kontrából egy gólt, úgyhogy létszámfölényben voltunk hátul. De nyilván a csapat erejét mutatja, hogy ekkor sem omlott össze, hanem ment tovább, kitölt egyenlíteni, és a kiállítás után átszerveztük kicsit a csapatot, és mentünk a győzelemért. A forduló további eredményei a következők: Gyirmó Budafok 1-2, Buda Őrs Szolnok 1-0, Nyíregyháza Spartakusz Vác 2-0, Dorog Békés Csaba 2-3, Soroksár Cegléd 3-0, Kazinc Barcika Csákvár 0-2, Grosics Akadémia Siófok 1-1, Sopron Zalaegerszeg 1-3 és Moson Magyaróvár Győr 2-3. A tabella élén az MTK 82 ponttal megelőzve a 72 pontos Kisvárdát és a 65 pontos Békés Csabát. A Kisvárda vasárnapi zárófordulóban a sereghajtó Sopront fogadja.